A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de csak 5 percig örülhettek, akkor érte ellenfelét utól a nyíregyházi csapat. Az első negyed végén már 5 ponttal vezettek a kék cápák, akik nagyon megnyomták a második 10 percet. Ebben a szakaszban 19 pontot vert rá ellenfelére a házigazda, amivel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A folytatás már csak formalitás volt, így mindkét oldalon pályára lépett valamennyi játékos. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy eléri a 100 pontot a Blue Sharks, végül Sitku Márton büntetőivel ez is sikerült, így magabiztos, fölényes győzelemmel vágott vissza ellenfelének Siska János együttese a fővárosban elszenvedett vereségért. Nehéz mérkőzésre számítottam, mert a héten nem tudtunk közösen edzeni a csapatok, mert a juniorok ugye csütörtök pénteken szombatére Sopronba játszottak, csütörtökön volt egy főiskolás mérkőzésünk, aztán szombaton tudtunk először csapat edzést csinálni. Készültünk nagyon erre az ellenfélre, örülök, hogy így sikerült. A nyíregyházi csapatban a kispadról beszállva 17 percet játszott Olá Zoltán, aki 15 ponttal vette ki részét a győzelemből. A játékos szerint az óbudai együttes semmivel sem tudta meglepni a hazaiakat. Tudtuk, hogy az elején nagyon nagy nyomást fog tenni ránk az Óbuda, de mi tudtuk, hogy magabiztosak leszünk, mint erőlétben, mint dobásformában, mint mindenben. Magabiztosan tudtunk nyerni. Az elején egy picit beragadtunk, de utána kilábaltunk belőle, és magabiztosan tudtunk tovább folytatni a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös budapesti Honvéd 83-78, Eger Salgótarján 65-62, Hódmezővásárhely Debrecen 82-101, Miskolc Békés 162 és Tiszaújváros Mavsz 2 86-80. A tabella élén a Miskolc áll 14 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 13-4-es mutatóval rendelkező Debrecent. A Nyíregyháza Blue Sharks 11 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja szombati Salgótarjáni vendégjátékát.